de szépek vagytok, bemutatkoztok nekünk, szép sorba. Tasnél Tiffany Brigitta vagyok. És te minek öltöztél? Joker bohóc. És honnan jött az ötlet? Hát, Ildikó, aki jól segít ennek a kislánynak, átmentem hozzájuk, és mondta, hogy csináljunk egy jelmezt, és akkor 2 óra alatt elkészítette egy ilyen Joker jelmezt. Nagyon ötletes, és nagyon jól nézel ki. Szia, Tom Peti! Szia! Tudsz nekünk énekelni valamit, Tom Peti? Igen. Igen? Ember? Na? Ember, de csember, világ, mocsos, be sűrű, hamar siváltak ki a együkbe. Ha, 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 hu, 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 ja, hu, hi, 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 je, de jó. Úristen, nagyon ügyes voltál! Táncos rovár, a kosár, a kávé szent. Szereti hallgatni a Tom Peti, minden nap szinte hallgatja a bölcsödébe is, énekli, meg járunk koncertjeire is, és ez szeretett volna lenni. Van másik jelmezünk is, de ma reggel kitalált, hogy Tom Peti lesz, úgyhogy... És mikor tanulta meg ezt a dalt? 2,5 évesen? Mondom, hogy minden nap hallgatjuk, meg a bölcsödébe is hallgatják CD-ről, mi is hallgatjuk CD-ről, és... Állandóan ezt énekli. Miért épp Túró Rudinak öltöztél? Mert szeretem a Túró Rudit. És még egyszer tedd az étcsokisat, vagy a tejcsokisat? Tejcsokisat. Tejcsokisat. És akkor te tejcsokis vagy. Ki készítette a jelmezedet? Anya. Itt a farsang áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő. Itt a farsang áll a bál? Igen. Te minek költöztél be? Hirdetőtáblának. Hirdetőtáblának. Nagyon jó. Te hirdeted itt a jelmezversenyt. És te, bohóc kis hölgy, neked van neved? Igen. Milyen neved? Orosz Virág. És ilyen művész neved? Bohóc. Virágbohóc. Illácska, te minek öltöztél? Elárulod nekünk? Elzának. Úristen, te egy jéghercegnő vagy akkor. Ugye? Igen. Eláruljátok nekem, lányok, hogy ki minek öltözött így szép sorba. Hastáncos. Hastáncos nőnek, akkor Illácska jéghercegnő. Hamupipőke. Hamupipőke. Hú, megnézzük rajtad, van a pipellő, megvan mind a kettő. Ki lehet fordítani. Ki lehet fordítani, nem, de nem hagytad el. Jó, te minek öltöztél? Te is hercegnő vagy? Ben. Úristen, nagyon, menjünk szép sorjába. Én macska. Macska? Cica, hogy csinál a cica? Mutasd meg még. Miau. Baby, don't call me. Milyen meséket szeretsz még? Mondasz nekünk párat? Hercegnőket, a hercegnős meséket. Ha? Mondj már nekünk egy-két hercegnőt. Belt. Belt? Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Igen. És Csipke Rózsika, meg a barátom. Csipke Rózsika barátnőd? Igen. Meg hófejeke is. Meg hampipőke is. Meg Ariel is. Hát akkor te mindenkit ismersz. Na? Gyönyörű, meseszép, spanyol táncos lány vagy. Anyuka, honnan jött az ötlet? Nagypapától kaptuk a jelmezt, és innen. Meg a bölcsibe is spanyolnak, kislánynak öltözött, és úgy mondja, hogy flamingó táncos a flamenco helyett. Édes Istenem, akkor ezek után most már kötelező lesz egyszer elvinni legalább Spanyolországba. Biztosan, biztosan. Nagyon tetszettek, nagyon édesek voltak, és nagyon kis egyedi jelmezeik voltak. Mindegyikőjüknek meg volt a kis saját különlegessége. Neked melyik gyerkőc volt a favoritod, melyik jelmez volt?
igazából mindegyik tetszett, de ha választanom kéne, akkor azt hiszem Tom Peti. Tehát ő igazán profi volt a mikrofonálvánnyal, a sapkával, a gitárral, igazi kis rockstar. Holnapi nap folyamán is folytatódik a móka, vasárnap. Mi lesz a program? Holnap 11 órától matiné zenekar lesz, valamint 10 órától szintén jelmezverseny lesz a kicsiknek, úgyhogy várjuk őket sok szeretettel, szintén értékes nyereményeket sorsolunk ki, és senki nem marad ajándék nélkül, valamint lesz kézművesház, arcfestés, lufi bohóc, mint a mai nap is, úgyhogy ez egy gazdag farsang lesz, úgy érzem. Én Gyuri Bohóc vagyok, Peti az kollega. A kollega, aha, igen, ő egy kicsit idősebb verzió. Így van, így van. Én a fiatalabbik kiadás vagyok, a szerintem. A fiatalabb generáció, bár, nagyon jó. Bár még nem találkoztunk, nem sajnos Petivel, de majd egyszer hátha. Mi a különbség köztetek? Hát ő régebb óta csinálja, ő úgy tudom, hogy bűvészkedéssel kezdte. Te nem tudsz bűvészkedni? Én még most akarom majd megtanulni, most szeretném ezt elkezdeni. Hát egy bohócnál ez... Hát jó, ha tudja, igen, zsúrokon a gyerekeket meglepni. Nagyon szép a cipőd, nézzük, hanem jó nagy. Bizony. Hanyas lábad? 51-es. Az igen. Tetszik nektek a cipője? Gyertek, hasonlítsuk össze. Pont jó. Kicsivel nagyobb az én lábam, igaz? Igen. Hú-hú. De hogyha rálépünk, fáj? Bizony. Neked fáj? Jaj, nekem igen. Akkor nekem is. Nagyon jó, nagyon jó. Aha. Hoppá. Ajaj. Megindult a játék. Megindult, bizony. Lépjünk egymás lábára? Ne, igaz? Hajtsunk légömböt, az jobb. Jól van, nem bántjuk Gyuri bohócot. Gyuri bohóc kommunikál. És ez mit jelentett? Hát, hogy a papagáit elkészült a karomon, és odaadom valamelyik gyerkőcnek. Call me something now, baby, don't.